Bemutatjuk a Derek című bűnügyi filmsorozat egy éjszaka Arianéval című epizódját. Azok? Tudom, mire gondolsz, de próbáld meg a göncei nélkül elképzelni. Tényleg nem lehet rossz, legalábbis az alakja. De rettenetesen vidéki és romlatlan. Van, aki pont erre bukik. És mégis mit mondunk nekik? Megkérdezzük, akarnak-e munkát. Természetesen mindigent fog mondani. Tényleg? Van munkavállalási engedély? Már hogy a fenében volna. Na és hogy akarod rávenni őket? Megmondom nekik, hogy mi a dolguk. Felszolgálás, ez az. De persze, a vendégek elvárják, hogy kedvesek legyenek velük. Tudod, fiam, lassan kell őket bevezetni. Eleinte semmi. Aztán lassan kizagolják, mivel lehet pénzt keresni. De az a csajci ott a hegedűtokkal nem is rossz, mi? Képzel csak el, az ócska rongyai nélkül. Na, sosem fogjátok rávenni. Ugyan a hegedű miatt. Tulajdonképpen honnan jöttek? Mit tudom én? Kit érdekel? Azért vannak itt, hogy... Az Isten, itt mit gondolsz, mit akarnak? Jobban akarnak élni, vagyis pénzt keresni? Nem fogod rávenni őket. Ne dumálj bele, jó? Gond egy szár se. Köszönöm, végeztünk is. Maga, a következő. Hogy hívják? Vladislava. Hogy? Vladislava. Nem tud németül? Egy kicsi, de majd megtanul. Munkavállalási engedélye van. Przecież mówiłem ci, że będzie potrzebne pozwolenie na pracę, a ty mówiłaś, że nie. Nie krzycz tak, on już nam załatwi. No nie wiem, co robi. Nincs engedélye. Valami nem tetszik? Nem is tudom. Itt valami nem stimmel. És mi nem stimmel? Az, hogy ezek nem olyan lányok. Ugye mitől lennének mások? Ahhoz minden nő ér. Még te is. Ádi végre beújított párat. Legfőbb ideje volt. Hát igen. Csak alig gödjognak német. Annyi baj legyen, nem muszáj sokat dumálni közben. Tudják már, mire kellenek? Hát úgy konkrétan nem. Aha. Eleinte csak felszolgálnának, lassan beleszoknak. Aztán kinyílik a csipájuk, és rájönnek, hogy hány óra van. Ádi már átküldte az új lányt, oda át van. Mondd meg neki, hogy te vagy a házasszonya, és hogy neked fog segíteni. Ja, és adj rá valami normális ruhát, amiben csinosnak érezheti magát. Dobrý deň. Az én nevem Ariane. Téged hogy hívnak? Nyilván valami szörnyű, kimondhatatlan neve van. Értesd meg vele, hogy mostantól Aline lesz. Az jól hangzik. Ezentúl így fogják hívni. Aline? Hm? Megértetted? Te Aline vagy. Nyerezi mi? Na jó, küld el zuhanyozni. Mondd meg neki, hogy ne faxnizzon. Na, tiszta már? Adj nekem is egy italt. Keverj magadnak.
Egyébként, amit láttam, az első osztályú. Mondd meg neki, elvárom tőle, hogy kedves legyen velem, jó? Aha, úgy se ért egy kukkot se. Azért csak értesd meg vele. Valahogy. Adjál neki pénzt. Uh-huh. Ja, és még valami. Itt fog lakni. A fenti szobában. És szeretném, ha jól érezni magát. Háló, szevasztok. Megérkezett már a kicsike? Igen, itt van. Igazi ínyenc valami. Mi? Ariane belágott. Ádi, inkább mondd meg neki te. Tudod, mire célzott Benno? Nem, majd te megmondod. Ariane, ez ősidők óta így van. Nincs még egy olyan gyorsan romló árucikk, mint a szerelem. Ha adhatok neked egy jó tanácsot, csomagolj össze és tűnj el. Persze dolgozni mindig visszajöhetsz. Tudod, mire gondolok? Látom, van új munkaerő. Friss hús, de még nem bevethetők. Értem, még ki kell képezni őket, kezdők. Kapunk árengedményt? Hogyis ne. A hambasáru kétszer annyiba kerül. De a java még hátra van, érdemes kivárni. El kell menned. Na! Nem, csomagolj össze! Nem érted? A bőröndöd, csomagolj! Látod? Gyorsan! Gyorsan! Bár este lesz 132, ne csengessen! Eddig hol laktál? Hol laksz? Egyedül vagy? Egyedül? Egyedül? Ide figyelj, visszaviszlek, jó? Jó estét! Mondd meg neki, hova akarsz menni. Hová lesz a fukor? Nyere, Zumi! Jól van, veled megyek. Hová lesz a fukor? Még nem tudjuk pontosan. El kell döntenünk. Sétakocsikázás lesz? Valami olyasmi. Innen minden esetre tűzünk el. Kell szereznem valami szállást a lánynak. Csak még nem tudom, hogy hol. Nincs lakása? Nincs. Németül nem tud? Egy kicsit ért. Mondja, nem ismer valahol egy olcsó panziót? Pénze van? Majd én adok neki. Azt hiszem, tudok egy helyet. Nincs igazolvány? Nincs, sajnos elvesztettem. Most állítják ki az újat, majd elhozza bemutatni. Hát szabályba ütközik. De el kell ismernem, néha szívesen csinálok olyat, ami szabályba ütközik. A szabályok önállatlanná teszik az embert, nem gondolja? De szerintem is. Kertelés nélkül kimondom, szerintem a szabad akarat mindennél fontosabb. De sajnos mindig csak statiszta szerepet kap. 18-as szoba. Na.
Tessék, tedd el. Holnap visszajövök, és mindent megbeszélünk. Érted, amit mondok? Uh-huh. Nem elmegy. Nem egyedül. Ne félj, visszajövök. Zárd be. Hol van a lány? Nem akar tovább itt maradni. Nem tudtam megakadályozni, hogy elmenjen. Nem csak, hogy nem akadályoztad meg, de te vitted el! Az öcsém talán nem beszélt elég világosan? Hogy tűnj el innen! Te! És nem más! És azt is megmondom, hová? Adi? Igen, itt van, gyere érte! Hozd magaddal Dixit is, hát ha neki áll raplézni. Ha azt hiszed, hogy csak úgy leléphetsz, nagyon tévedsz. Alkalmat biztosítok neked arra, hogy azzal foglalkozz, amihez a legjobban értesz. Hogy boldoggá tegyél másokat. Legjobb, ha beletörődsz édeshúsam, hogy te már soha semmi mással nem fogsz pénzt keresni. Megőrültél? Nem mered megtenni. Reszkedsz a félelemtől. Na, add ide. Add ide szépen. Ott, ahol volt. Nincs jelentősége. Ez Benno pisztolya. Az a ribanc lőtte le. Ariane! 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 Nem kéne hívnunk a rendőrséget? A rendőrséget? Elvégre semmi közünk a gyilkossághoz. Ariane viszont alaposan bevártad minket. Ha az a ribanc kipakol, ki nem jövünk többet a rács mögül. Nem tudhatjuk, hogy tényleg ő volt-e. Éppen azért! Nem szabad elkapkodni a dolgot. Teszed le!
Benú meghalt. Most baromira észnél kell lennünk, hallod? Nem szabad hibáznunk. Nekünk sem is, neked sem, megértetted? Mindent így hagyunk, ahogy van. A biztos persze elviszük az új lenyomatok miatt. Azokat már letöröltem. Ha egy sincs rajta, mind gyanúba keveredünk. Most tűnjünk el innen. És gondoljuk végig nyugiban, mit csináljunk, hogy lehetőleg ébbőrrel megúszok a dolgot. Na gyerünk, siess, hozd a bogyódat! El kell tűnnie, túl sokat tud. Nem találhatja meg a rendőrség. Csak időkérdése, és elkapják. Ezért kell gyorsan cselekednünk. Egy gyilkosságot is a nyakadba vennél. Úgy rendezzük, hogy öngyilkosságnak látszon. Nincs kedvem rejtegetni. Na gyerünk! Szálljunk be a kocsiba, nem muszáj mindenkinek látnia, hogy itt jártunk. És most? Mit csinálunk? Nincs valakinek egy jó ötlete? Azt mondtad, a szüleid Párizsban vannak. És? Üres a kégli, nem zavarunk senkit. Krisztián, mit hallok? Itt a soha vissza nem térő alkalom. Na, csináljunk egy jó kis bulit. Nem lehet. Na, ne kéresd magad. Ne nyuszi vagy. Holnap reggel hazajönnek. Addigra kitakarítunk. Holnap reggelig? Teljesen ki van zárva. Na, én megyek. Akkor nem megyek. Hazavigyelek? Jó lenne. Pete egész idő alatt a lábamon taposott. Meg én is. Tőleg még el se veszem zokon. Krisztián már el is húzta a bélését Angival. Még szép, elvégre holnap hazajönnek az öregei. Holnap reggel. A szerelemnél nincs szebb. Mondd, Ariane, hogy tehetted ezt velem? Most mi is nyakig ülünk miattad a szarban. Na mindegy, majd csak megoldjuk. Csak ne veszítsd el a fejedet, és ahhoz tartsd magad, amit mondok. Megértetted? Hová megyünk? Azt bízd rám. De rendes vagy ma. Ráadásul egy ilyen spanyol tangó után. Tango argentino alla breve. Nem mindegy az. Nem úgy volt, hogy csak a jövő héten jönnek haza a szüleim? De igen. Csak nem akartam bulit rendezni, amikor nincsenek itthon. Könnyen elfagyul, aztán... Aztán? Holnap után ZH-t írunk matekból. Akkor tényleg egyedül kell hazamenned. Holnap találkozunk? Persze, majd felhívlak. Madame? Köszönöm. Hát akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Ugye nem akarsz a sitten megöregedni? Teljesen kikészült. Á, fene! Ezt jól elszúrtad. Mit csináljunk? Most futni hagyjuk. Itt az utcán még sem kezdhetünk dulakodni. Csak még hamarabb nyakunkra jönne a rendőrség. Na és Benó? Ki kell találnunk valami, gyere!
Rosszul van? Nem, már elmúlt. Nem akarja, hogy kórházba vigyem? Nem. Vagy a rendőrségre? Nem. De hiszen az a két férfi erőszakoskodott magával. A rendőrség nem segít. Jó, akkor mondja meg, hová vigyem. Ugyanis haza kell mennem. Bárhol kitehet, ahol gondolja. De hol? Nem akar itt kiszállni? Nekem ugyan mindegy, hol szállok ki. Semmi jelentősége. Ide hallgasson, van egy javaslatom. Elviszem magát valahová, ahol megihat valamit, mondjuk egy kávét. Hát, ha attól összeszedi magát. Képtelen vagyok csak úgy itt hagyni. Nem tud itt hagyni? Megtehetném. Csak rossz lenne a lelkiismeretem. Maga sosem iszik alkoholt? Néha napján egy sört. Tudja, nem akarom elveszíteni a józan eszemet. Mivel foglalkozik? Most kezdtem el az egyetemet. Most nyáron érettségiztem. Most érettségizett? És most éppen honnan jött? A tánciskolából. Elég rám fér, ugyanis folyton letaposom a barátnőm lábát. És most mesélj el, kik voltak ezek az emberek? És mit akartak magától? Hát jó, elmondom, ahogy van. Mostanáig együtt éltem egy férfival, aki... egyik pillanatról a másikra kitette a szűrömet, még össze se csomagolhattam. A két férfi valamelyikével? Nem, az egyik az öccse volt, a másik egy alkalmazottja. És ők meg akartak szabadulni tőlem, valahogy. Azt hiszem, meg akartak ölni. De az biztos, hogy mindenütt keresnek. Akkor menjünk el a rendőrségre, elmond nekik mindent, és én is elmondom, amit láttam. Nem hiszem, hogy célra vezető lenne. Hogy nem volna célra vezető? Maga nem ismeri a körülményeket. Úgy félek. És az az érzésem, hogy nem alaptalanul. Tudja, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozott? Csak ugyan. Nem vonzolhatom el erőszakkal a rendőrségre, de veszélynek sem akarom kitenni. Tudja mit? Elviszem hozzánk. Ott senki sem fogja keresni, és nyugodtan végig gondolhatja, hogyan tovább. El akar vinni magukhoz? A szüleimnél lakom, akik éppen külföldön vannak. A vendégszoba szabad. Csak magámulig elfogadja az ajánlatomat. Várjon egy kicsit. Így találtunk rá. Ő Simon úr, az egyik üzletvezetőnk. Jó napot. Az üzletben voltunk és a bátyámat vártuk, aki biztosan mondta, hogy jön, de aztán nem jött. Úgyhogy ide telefonáltuk, de senki sem jelentkezett. Görlitz kisasszony sem. Ő kicsoda? Ariane, a bátyám barátnője. Ő is itt lakik a házban. Aztán kocsiba ültek és ide jöttek. Igen. Simon úrral, amit mondtam, és így találtunk a bátyámra. Más nem volt a házban? Nem, még csodálkoztam is, hogy Ariane... mármint Görlitz kisasszony nincs itt, pedig tűvé tettük érte a házat. Nem lehet, hogy elutazott? Nem hinném, a kocsi a garázsban áll, ellenőriztük.
Elképzelhető, hogy valami köze van a gyilkossághoz? Mi köze lenne? Semmi oka nem volt rá, hogy megölje a bátyámat, a legcsekélyebb sem. Hát jó. Akkor nézzünk körül a szobájában. Jöjjenek, megmutatom. Köszönjük. Jó estét, uraim! Jó estét! Vegye le a kabátját. Jöjjön. Nagyon siethetett. Még a holmiát sem volt ideje összepakolni. Nagyon úgy fest. Ő az. Aha. Mondjon róla valamit nekünk. Őszintén szólva, Ariane egy olyan nő volt. Eredetileg nekünk dolgozott. A bátyám jó voltából szállt ki. Ez válasz volt a kérdésére? Sokat segített nekünk, köszönjük. A fényképet ne hozzák nyilvánosságra, rendőrösöknek adják ki a körözést. Szállodákban, panziókban keressék, és a többi. És a többi. Hol vannak a szülei? Párizsban. Ó, Párizs! Az apámnak üzleti tárgyalása van. Aha. Jól hangzik. Van valami innivaló? Természetesen. Parancsoljon. Miatta fáj a feje? Igen, mert azért mégiscsak szeretném tudni, mi lesz magával. Azt mondta, meg akarták ölni. Igen, szinte biztosra veszem. Akkor tényleg el kell menni a rendőrségre. Rendőrség. Maguk rögtön rendőrét kiabálnak. Rajtam az nem segít. Erre iszunk. Nem, köszönöm. Egy kortyot. A kedvemért. Hm? Mondtam már, hogy sosem iszom alkoholt. Na jó. Ez az egyetlen, amihez igazán értek. Tisztességes koktélokat keverni. Iszonyú melegem van. Megengedi, hogy lezuhanyozzak? Akkor most visszamegyek az irodába. Éjszakára nem maradhat itt a házban, le kell pecsételnem. Ez nem okozhat problémát. Ha jól értettem, ön ágyakat ad bérbe. Van benne valami. Lesz hol aludnom. Azért szeretnénk tudni, hogy adott esetben hol tudjuk elérni. Majd kerítek valamit, és értesítem az urakat. Ahó! Ahó! Nem adni egy fürdőköpenyt? De... Itt van, tessék. Maradjon! Csak nem akar itt hagyni egyedül. Tetszik ez a fürdőköpeny. Szép vagyok benne? Nagyon csinos. Nem vagyok az a fajta, aki mindig pontosan tudja, mit csinál. Sokszor volt, hogy belemásztam valamibe, aztán ott csücsültem a csapdában.
akár csak most. Kipróbálhatom valamelyiket? Természetesen. A mamája nem fog megharagudni. Nem, biztosan nem. Biztos vagyok benne, hogy az édesanyja nem könnyen kerül ilyen kusza helyzetekbe. Az egyik forrójára, másik nem. De miért én? Időnként sok zagyvaságot hordok össze, pedig csak azt akartam mondani, hogy maga különleges. Én? Hová gondol? De, más, mint a többi. Aki különleges, észre se veszi magán. De aki nem különleges, mint például én, rögtön kiszúrja az ilyesmit. Telefon a fürdőben. Szeretne telefonálni? Én csak egy dologra kérlek. Engem légy szíves, hagyják ki ebből. Benót meggyilkolták. Úristen. Tüntesd el innen az új lányokat. Na gyerünk, lányok, mozgás, mozgás, kifelé. Tudod, hol van Ariane? Rónával beszél telefonon. Igen, Benú meghalt. Az történt. Mit beszélsz? Nem, te, hogy agyonlőtték. Nem. Egy pillanat. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Már csak egy kicsit. Azt kérdezi, hogy én lőttem el Benót. Hogy én? Hogy mondhat ilyet, hogy én? Hogy képzeled, hogy én ugyan nem? Akkor ki ölte meg? Az öccse. Mit nem tudsz? És miért tűntél el? Lona, ezek meg akartak ölni, alig tudtam kiugrani a kocsiukból. Hol vannak, Lona? Mit csinálnak? Hol keresnek? Megadok egy telefonszámot. Lona, a barátnőm, megadhatom neki a számot. Természetesen. Lona, mennyi a számuk? Ott van a készüléken. Lona, megadok egy telefon. Nyugi, felírtam. Felhívlak, amit megtudtam valamit. Rendben van. Most leteszem. Hol van Ariane? Hol van mi? A barátnőm azt kérdezte tőlem, hogy én öltem-e meg. Én. Kit? Kit öltek meg, mondja már! Azt a férfit, akivel együtt éltem. És aki ott feküdt holtan a padlón. Én nem tudnék senkit megölni. Maga szerint képes lennék megölni valakit. Álljon fel, kér! Ugye hisz nekem? Ugye elhiszi? Mondja, hogy igen. Szeressen. 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 Stefan? Tessék. Itt van Mahler új címe. Te azt mondta, hogy nem fog állandóan ott rostokolni. Sőt, egyáltalán nem lesz ott. Te, ezzel a Görlitzel valami nem stimmel. A pasas vagy rejtegeti a nőt. Vagy pedig üldözi. Igen, elképzelhető. Menjünk a kapitányságra. Gyerünk.
kérdeznek, ki az. Háló, tessék. Jó, megmondom neki. Egy nő volt. Azt üzeni, hogy megszerezték a telefonszámot. El kell tűnnöm. Ha megszerezték a telefonszámodat, a címedet is megszerzik, és ide jönnek. Nem, itt maradunk, és nem nyitunk ajtót. Ülj le, légy szíves. Hozom ruháimat. Igen? Legyen szíves kapcsolni. Mi van? Görlitől van valami hír? A lebújban senki nem tud sem. Gondolhattam volna. Nagyon sürgős az ügy. Kivel beszélek? Derrick főfelügyelő gyilkossági csoport. Megmondom, miről van szó. Egy pillanat. Neveket kell mondanom. Hogy hívják azokat, akik üldöznek? Halló? Ott van még? Igen, itt vagyok. Egy Ariane nevű hölgyről van szó. Ariane Görlitről? Hol van? Ott van magánál? Igen, itt van nálam. Akkor adja, legyen szíves. Nem. Nem akar beszélni. Arról van szó, hogy két férfi üldözi, meg akarják ölni. Mondja meg, honnan beszél. Mindenek előtt tisztázzunk valamit. Azt terjesztik róla, hogy megölt valakit. De ez nem igaz. Beszélhetnék végre a hölgyel, kérem? Nem, nagyon fél. De higgy el, ő nem követett el semmiféle gyilkosságot. Mióta ismeri a hölgyet? Ma este ismerkedtünk meg. Ma este? Igen. Kiugrott egy autóból, amelyben két férfi ült. Ki volt az a két férfi? Akár az áldozat öccse, vagy az üzletvezető is lehetett, nem? Nem akarja megmondani. De maga is látta azokat a férfiakat, nem? De Ariane odarohant hozzám, segítséget kiáltott. És maga segített neki? Egyértelmű volt, hogy veszélyben van. Életveszélyben. De nem követett el gyilkosságot. Én hiszek neki. Megkérdezhetem, ön mennyi idős? Mit számít az most? Most kezdtem meg az egyetemi tanulmányaimat. Miért kérdezi? Most hol vannak? Nálunk, itthon. Lesz szíves megmondani a címet. Most rögtön oda megyek, és mindent megbeszélünk. Ők azok. Ki van ott? Ne izgulj. Itt vannak. Gyere! Ne hülyéskedj! Elment az eszed! A nyakunkra akarod hozni a zsarukat! A zsarukat? Ariane menten frászt kapna tőlük. Hagyjuk. Szerintem már rég lelépett. Tudod mit? Biztos van egy hátsó kijárat is. Maradj itt. Ha semmi köze a gyilkossághoz, miért rejtőzik előlünk? Két férfi üldözi, állítólag életveszélyben van. És ha tényleg így van? Annál rosszabb. Miért nem jönnek el a rendőrségre? Miért nem engedi a nő, hogy a fiú elárulja azt, hogy hol vannak? A leves. Köszönöm. Köszönöm. Jó étvágyat. Ne hagyd kihűlni a levest.
Enned kell valamit. Jobb, ha van valami a gyomrodban. Tudom már, hol bújhatnál el. Van egy csónakházunk, csak haza kell ugranom a kulcsáért. Egy csónakház? Van benne ágy is, meg egy picike konyha is. Nem igazi, csak egy főzőplatni, meg egy hűtőszekrény. A víz mellett? Az Ammertónál. Az ablakból lehet látni a napfelkeltét. Évek óta nem láttam. Néha ki szoktam menni, és ott alszom, hogy lássam a napfelkeltét. Bújjak el ott. Csak amíg nem tisztázódik minden. Senki sem fogja tudni, hol vagy. Zenét hallgathatsz, olvasgathatsz. De sajnos telefon nincs. Az nem is baj. Na, edd már meg a levesedet. Jó. Csak sajnos a kulcs otthon van, előbb haza kell mennünk érte. Biztosan lesben állnak. Úgy félek. Egyedül is elmehetek érte. De pedig várj meg itt. Itt? Na jó, kitalálok valamit. Egyél, én felhívom a rendőrséget. De miért? Lehet, hogy elfogták a gyilkost. Akkor már nincs mitől félned. Halló, tessék! Megint én vagyok. Örülök, hogy felhívott. Mi történt? Feltehetően az a két férfi volt. Megszerezték a telefonszámomat. A teraszon át kimenekültünk az utcára. Most hol vannak? Ez most nem érdekes. Azt szeretném kérdezni, hogy elfogták-e már a gyilkost, vagy tudják-e már, ki volt az? Sajnos nem. Göllit kisasszony, ott van magával? Igen, itt van velem. Göllit kisasszonynak nincs miért félnie tőlünk, ha nem ő követte el a gyilkosságot. Attól fél, azt hiszik, mégiscsak ő a gyilkos. És? Nem lehet, hogy ő az? Úgy értem, tudja valamivel bizonyítani, hogy nem lehet ő a gyilkos, mert akkor mondja el. Vagy ez csak olyan megérzés? Vagy... Tudom. Maga Ariane mondta. Én hiszek neki. Nézze, maga nagyon fiatal. Csak nem rég érettségizett, ugye? Bizonyára rendezett családi körülmények között él, és azt hiszi, megengedheti magának azt a luxust, hogy annak higgyen, akinek akar. De mi van, ha mégis téved? Ezt hogy érti? Ha téved, akkor Görlitz kisasszony valóban életveszélyben forog. És maga úgy szintén, arról nem is beszélve, hogy bűnpártolást követel. Azt se tudja, kiféle, miféle a hölgy. Egy pillanat. Görlitz kisasszony egy bordélyban dolgozott, prostituált. És együtt élt a bordély tulajdonosával. Na, ebből elég. A mindenit. Nagy hibát követtem el. Még nem biztos. Szerintem ez a fiú meg van húzatva. Willy! Tessék! Ez a Mahler előkerült már? Sajnos nem. Épp azt próbáltam elképzelni, milyen lehet. Egy csónakházban élni, egy tópartján, hajnalban, a nap felkeltében gyönyörködni. Ha megengedik, itt a számla, zárunk. Kérem, hívjon egy taxit. Már is. Tudom már, hova mehetünk. Van egy panzió, ahol már jártam egyszer. Menjünk oda. Ott majd megvárlak, amíg hazamész a csónakház kulcsáért. Megteszed. Nem érdekel, mit beszéltem a rendőrséggel? Nem. Nem, az a fiatal kislány már nincs itt. Telefonált valakinek, aztán az illető érte jött. Megkaphatom a szobáját? Hm.
két óra. Első áldozásra kaptam egy karórát, de elvesztettem. Előbb-utóbb minden órámat elveszítettem. Hát úgy döntöttem. Jó, az idő nem számít. Reggelig minden esetre van időnk. Milyen messze van ide az a tó? Autóval egy óra. Akkor még van időnk napfelkeltéig. Ahogyan lehet majd látni. Persze, amilyen az én formám, biztosan zuhogni fog az eső. Akkor most elmegyek a kulcsért. Meg kell találnunk, mielőtt a rendőrség találja meg. Túlságosan sokat tud. Benú sajnos vakon megbízott benne. Hát ez óriási. Eredj, keresd meg. Nem érdemes csak úgy bele a vakvilágba. Tudod mit? Menjünk vissza az üzletbe, hát ha újra jelentkezik. Hát csak. Ha valakit felhív, akkor az Luna. Sülve főve együtt voltak. De vigyázz vele. Az egy dörzsölt bestia, leneved róla a szemed. Nem bízol benne, mi? Van jobb ötleted? Gyere, menjünk. Tessék. Igen, egy pillanat türelmet kérek. Telefon! Megyek. A barátod? Ide figyeljen, ne tegye le rögtön, jó? Nem tudna ide jönni most rögtön. Dehogy is nem, megyek, csak adja meg a címét. Alpenlandstrasse 6. Alpenlandstrasse 6. Már is indulok. Görlitz kisasszony ott van még magánál. Ez a suhanc megint letette a telefont. Bravo. Ez a kölyök még kihoz a legendás béketűrésemről. Menjek inkább én. Nem, hagyd csak. Akkor is tudok kedves lenni, ha nem látok a méregtől. Szükség is lesz rá. Alpenlandstrasse 6. Nélküle nem megyünk semmire. Előkerült Mahler és az üzletvezetője. Harry, ezzel foglalkozz te. Nehogy szem elől téveszétek őket. Csütörtökön és pénteken csak 8-ig vagyok. Délelőtt 11-től. Különben mindig éjjel. Csütörtök és péntek. Itt leszek. Remélem is. Szia. Menjen már! Arianét keresem. Fogalmam sincs, hol van. Jól van, jól van. De ha megint telefonálna, szögezzük le előre a játékszabályokat. Ha a legkisebb jelét látom, hogy ki akarsz játszani, megtudod, hol lakik az Úristen, megértetted? Megpróbáltam elképzelni, milyen ember maga. Kicsoda maga. Maga átkozottul fiatal. És ez bűn? Nem, hanem állapot. És akkor mi van? Más a viszonya a valósághoz. Segítettem egy nőnek, aki bajban volt. Maga meg azt mondja, hogy ez a nő prostituált. Miért, ha tudta volna, hogy prostituált, talán nem segített volna rajta? Nem, vagyis dehogy nem, segítettem volna, de... Idehoztam a szüleim lakására. Teljesen meg volt zavarodva. Üldözték, védelemre szorult. És én hittem neki. Nem lehet, hogy maga téved? Na akkor most jól figyeljen. Ha én mondok valamit, akkor az biztos úgy van. Különben ki sem nyitom a számat. Azt mondja, prostituált.
Igen. Egy bordéban dolgozott, amely a Mahler fivérek tulajdonában volt. Néhány hónapig együtt élt Benno Mahlerrel, aki este egyik pillanatról a másikra kitette az utcára. Adi Mahler és az üzletvezető hiába várta Bennót, az csak nem jött. Aggódtak érte, legalábbis így mondták. Úgyhogy elmentek a lakására, és ott találták holtan a padlón fekve. Görlitz kisasszony pedig nem volt otthon. Mind abból, amit maga elmondott nekem, kénytelen vagyok arra következtetni, hogy Adi Mahlerék megpróbálják kézre keríteni Görlitz kisasszonyt, aki csak magának köszönheti, hogy megmenekült. És ugye nyilvánvaló, hogy előbb akarják kézre keríteni, mint én, ugyanis túl sokat tud. És hogy mit csinálnak vele, ha megtalálják, azt nyilván maga is el tudja képzelni. Most már érti végre? Akkor hívja fel Görlitz kisasszonyt. Így félreismertem volna. Pedig én ez iránt, a nő iránt, én szerettem ezt a nőt. Igazán szerettem. Értem. Hol a nő? Lona, én vagyok az Ariane. Van valami újság? Van. Feltétlenül tudnod kell. De most nem tudok. Hol vagy? Inkább nem mondom meg, nehogy megint megtudják. Eltűnök egy időre. Eltűnök, úgyhogy nem leszek elérhető. Mondd már, mi történt? Mondd meg, hol vagy. A számodat. Ne kérdezd magad. Van egy pár dolog, amiről... Tudnod kell. Nem kerülhet Adi kezébe. Egy panzióban. 8... 24... Christian Benderrel úton vagyunk a panzióba. Gyere oda te is. Figyelj, Mahler és az üzletvezető. Éppen most szállnak be Mahler autójába. Most indulnak, kövessük őket? Merre mennek? Tégenzé felé. Tégenzé felé. Jól van, akkor kövess Mahlert. Rendben. Szorul a hurok. Gyere, Vili. Menjünk. Gyere. Gyere ide, ülj a telefonhoz. Vili, indulás, mozgás. Jó, jó, megyek már. Görlitz, Ariane Görlitz. Hányas szobában van? A 18-esban. Ülj le is, egy bukkot sem. Gyerünk! Ariane! Ariane, nyisd ki az ajtót! Ariane, nagy bajban vagy, de mi is? Tisztában vagy vele? Nyisd ki! Ariane, nincs más választásod, nyisd ki az ajtót! Megyünk! Rendőrség! Vigyétek el őket. A kulcsot? Elhoztad a kulcsot? Furcsa. Már egészen beleéltem magam. A tóparti csónakházba. Meg a nap felkeltébe. Ennek lőttek. Hiába bele kell törődni. Hm.
Ne tegyenek rám bilincset. Nem szükséges.